Ahogy tegnap egyébként a Berta Pistályék már elmentek Rióba, ez érdekes, hogy többen is indultak most Rió felé. Laci utól fogja jönni. De azt gondolom, hogy ők azt a tempót diktálják, ők azért egy másik tempóban mennek. Családiasan szépen nyugodtan, inkább körülbelül, ha jól számolom. Tehát egy visszabonig biztos, hogy biciklivel mennek. Zolikám, ez milyen? Én mondtam a Pistályék. Milyen verseny ez most? Mi történik? Versace ő? A Versace, igen! Csinos! Szerintem az elmúlt 15 évben ez a legnépesebb család, és mondtam le, hogy ki van tévedek. Igen, nagyon örülök, hogy a 25. alkalommal ilyen népes családi futam mezőnye jött össze. Valóban az volt, barátom, hogy említette, ilyen sok család még sosem nevezett. Több mint 100 családi részlevőnk van, az azt jelenti, hogy közel 250-300 bringás. És ha jól látom, az előző sorozatnak a rendezője volt Zoltán is egyes rajtszámmal itt vesz részt ebben a futamban. Neki is gratuláljunk, tapsoljunk a Zolit, nagyon-nagyon sok éven keresztül ő rendezte a Tour de Gyömbőnek a sorozatát, akitől mi vettük át ezt a sorozatot közel 8 éve. Sanyi bár nyugodtan tolja a hangerőnek szerintem a zenéjén, most egy kicsit megint beszélgetünk. Bárjuk, jött ki, mint Jó Péter, ami azért... Ez a fiát, Zolikám? Mit tud ez a motor, Zolikám? Mit tud ez a motor? Menni! És milyen gyorsan? Hogy elég lomha, nem? Hát igazából 130-nál többen még nem mentem vele, mert a Crest úgy ennyit enged meg. Aha, nem tudom. Ja, persze. Te is... hogy gyorsul? Milyen a gyorsulási paramétere? Na, hamar fönn van 100. Pontosabban? Nincs valami adatod? Hát elvileg 2,6 másodperc. Tényleg? Elméletileg. Mennyi? 30-ra vagy 40-re? 100-ra. Vagy mennyi? 100-ra, az anyja. Komoly. Milyen rajt? Hát mikor megyünk a 80 km-es távra. Ja, megyünk biztosítani. Aha. Segítjük a rendőröknek. Aha. Segítjük a mezőt. Ja, értem. Mindig részt veszel ezen a gyömrőin? Most vagyok itt először, most hívtak először minket. Aha. Szoktunk járni. Mi az a minket? Hogy mi a... Hát nekünk van egy kis brigádunk, akit egy ki szoktunk járni. Mi a neve a brigádnak? Hagyja a brigád? Mennyei brigád? Ott van a pálinkás brigád. Szoktunk járni nemzetközi versenyekre is egy Magyarországon. Zolikám, mi a te neved? Tamás Zoltán. Milyen? Tamás Zoltán. Tamás Zoltán. Aha. És ezt így... szociális munkaként. Ott segítünk, ahol tudunk. Igen, kisdobos, ahol tudod, segít. Igen. Bár te nem voltál kisdobos. De voltam. Voltál, igen? Voltam, de el is hajítottam a nyakkendőt. Igen. De úttörő már nem voltál. De az is voltam, az is volt. Igen. Csak kisztag nem voltál. Az nem. Nagyon jó. A tiéd milyen motor? Parancsolsz? Suzuki. Szóval hogy gyorsul? Hogy gyorsul? Aha. Sehogy. Ez csak annyival megy, amivel lehet. Tényleg? Megy a legjobb motor. Igen? Az a legjobb motor, ott az a legjobb. Az a Zolié? Ugyan már gyorsabb, mint a
most vettünk Szájkó. A Szájkónak most van egy Philips Szájkó. Philips is szóval, és a Szájkó is kínál. Igen? Belép mindegyiknek az Philips gyártyát. Na, akkor az ütős. Igen, azért mondtam, hogy tandem. Semmi probléma, óriási tempó. Gratulálunk. Hajrá, hajrá, hajrá! És a 407-es számú tandem, a 437-es Márkel is érkezett. Te nem biciklizel? Hát hogy jözött, ha tett a biciklizet? Nehogy azt mondta, hogy nincs biciklid. Ugye van, ugye? És hogy hívnak téged? Márk? Igen? És ismét, de már a családi futam első verseny. És komplett Tour de Gyömrő család, igazi sportos család a helyi városi sportegyesület. Jó, az első nagy kanyarba, én is mentem. Úgy, csak úgy egyenes. Jó, hogy fogalma lefogalva. És akkor, mert szóval ment. És akkor tudod, ilyet, ilyet. Üzik Bálvész, Pénzes, Éva, Varga Gyula, Demekata, Demek Zsolt. Itt az idő, mint a volt, de... Aha. Minden évben? Minden évben nyolc? Minden évben. Tavaly körülbelül 150 kisgyerek volt itt. Gyerek? Futóbicikli gyerek. Viszont most a családi futamban sokkal többen mentek. Igen? És ekkor létszám 230 család. 150. Látom, hogy nyeremények is vannak, tehát nem babra megy a látni. Szépen nyeremények, de mivel én nem nyertem meg ezért nem is elhetszem. Nem az, hanem hogy ők a lakarosra mehetnek, az egy nagy dolog azért. Banktól kezdve itt a helyi takarék szövetkezett. Orrányi Tudenikő, Megijászó, Földesi Zsolt, mint családi futamosa. Most mennyien lesznek szerinted? Többen lesznek, mint tavaly a megítélésed szerint? Hát az előrejelzések és az előnevezés alapján többen lesznek, mint tavaly. Ugye, hogy ki jön el a végén, de elméletileg a legnagyobb létszámú futamból, rekord létszámú induló van. És az Alinak mi a szerepe ebbe a fesztiválban? Ali, vigyázz rájuk nagyon! Én segítem a biztonságos haladásukat. Én megvárnak a feleségemre, küldöm az autóval, ha én nem akarom. Jó, hogy van, hogy még jó. Nagyon jó hangja van. A bábi van. Nem kell, csináld vissza. Szeretnék fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy lassítson le, nem ezen fog fújni az első hely, viszont szeretnék elkerülni a baleseteket, tehát oda és vissza. Bocsánat, ne haragudj! Körülbelül 30 km-rel gond nélkül teljesíthető az a szakasz, ami sajnálatos módon tegnap a KPM ütbuszgalmába fölmaradt. Tehát ugye mikor, ha nem június közepén kell kártyúzni, ez teljesen egyértelmű számomra. Jó, hogy említett volna. Hol áll a... Figyelj!
solyomtinnél gyorsan, intravénásan toljatok bele. Tehát elkérem a solyomtinnél, hogy vigyen egy kávét a sanyának a kulthoz. Minden megoldható szerintem. Nem mondom a két Duna keringőt, mert ami elvetem. Hát, nem nagyon kemény volt. Tényleg egy perc van. Bekapcsolódok egy perc alatt itt. De ne, és két Duna keringőt. Ez a pálya, ezt keresztek, ugye? Ezt idejé. De egy egészségetek elég, ha mi adnak a nőt. 15 már. 2, 1. Hajrá! Kutusik Tombol! Egy évben köszönösség el, hogy a hatukat előtt. Én a hét a bolyat, én a hét a bolyat, én a hét a bolyat, és Igen, de nagy probléma van, mert most tényleg a felvezető autó szorult be, úgyhogy mivel van még négy perc, pici segítséget itt valahol az én vonalamban, én nem vagyok olyan széles válló, mint az autó.